Vesd bele te is magad az átalakításba az Államszabadjár Inspi Boxszal, most pedig ne menj sehova, mert egy vadi új rész következik. Újabb év, újabb államszobák. Idén még nagyobb meglepetést tartogat a szobatulajdonosok számára a műsor, hiszen képzeljétek el, fogalmuk sincs róla, hogy ki lettek választva, és megvalósul az álmuk. Jelentkeztek a műsorba még hónapokkal ezelőtt, most viszont, amikor eldőlt, hogy bekerültek, akkor már csak a családtagjaikat értesítettük, akik velünk szövetkeztek, és nem árulták el közös kis titkunkat. Egészen a leleplezés pillanatáig. Sziasztok, Csorba Anita vagyok, kreatív mentor, és csapatommal, minden alkalommal azon leszünk, hogy ez a pillanat felejthetetlen legyen. Tudjátok, a kreativitás a fő mozgatórugom, és megígérem, mindent bevetek majd annak érdekében, hogy elérjük a kívánt hatást. Tartsatok velünk, induljon az Államszobagyár! A mai napon egy életvidám, talpra esett csodás kislány már 3 éve dédelgetett álma fog megvalósulni. Violetnek rengeteg barátja van, táncol, röplabdázik, imád szerepelni, versmondó versenyeken is gyakran megcsulogtatja a tudását, és igazi, közösségi életet élő fiatal. A szobájában nagyon szeret tartózkodni, ám már nehezére esik, mert megunta a színét, és idegesíti ez az élénk rózsaszín. Violethez a beköltözésük óta szépen elkezdtek bevándorolni a bútorok, ami fontos igazán számára az az íróasztala, a gardrob szekrénye és a viszonylag új fésülködő asztala. A gyerekszoba alaprajza négyzetes, a bejárattal szemben van egy ablak, illetve a balkész felé is, az elrendezése pedig jelenleg is praktikus, ám egy kis átrendezéssel még otthonosabb lehet. Az ágyat a bejárattal szemben is sarokra helyeztem át, és mivel Violet hatalmas vágya egy kinyitható ágy, ezért úgy terveztem meg, hogy az új ágya kinyitott és becsukott állapotban is egyaránt tökéletes helyen legyen. A nagy szekrényt balkész felé tettem, az íróasztalt pedig az egyik ablak elé, hogy sok természetes fényt kapjon tanulás közben. A rózsaszín falaktól meg fogunk válni teljesen, és egy finom, bézs, fehér és pasztelzöld harmóniát alakítunk ki, ami a kislány álmaiban szerepel. A mai álomszoba kialakításában Violet anyukája Zsani, apukája Csabi és nővére Jászmin fog az Államszobagyár csapatának segítségére lenni. Hát nem mondom, elég erőteljes hatása van ennek a szobának. Jellemző Violet személyiségére ez? Már abszolút nem, de 3 évvel ezelőtt, mikor kiválasztotta a színt, hajthatatlan volt, nem tudtuk egyszerűen róla lebeszélni, úgyhogy akkor az ön döntése volt. Akkor annyiban jellemző rá, hogy van egy elképzelése, és akkor azt keresztül viszi az egész családon? Igen. Mindenféleképpen. Jó, hát össze kell szednünk minden tudásunkat, erőnket, és a nap végére el kell készüljön az álomszoba. Jó. A kipakolással fogunk kezdeni, úgyhogy abba bele is csaphatunk már is. Hajrá! Ahogy felmértük a szobát és megbeszéltem mindent a család többi tagjával, neki kezdhettünk a kipakolásnak. Szerencsére nem volt nagyon sok minden a szobában, és már a tervezésnél kiderült, hogy megválhatunk 2 nagyobb bútorelemtől is, cserébe egy tágasabb szobát fogunk kapni. A bútorok jó állapotúak, csak a nagy szekrényen kell némi ráncfelvarrást eszközölni. Kipakolás után az első feladatunk az volt, hogy leszedjük a falról a rózsaszín mintás dekorcsíkot. Bíztam benne, hogy itt nem fogunk nehézségekbe ütközni, és most szerencsénk is volt. A dekorcsíkot szakember rakhatta fel, ezért egy kis szivacsos, vizes áztatás után könnyen le is tudtuk húzni a falról, néhol kellett csak egy kicsit spaklival rásegíteni, de szerencsére ott sem sérült meg a fal. Jászmin, ahhoz, hogy nekiláthassunk a festésnek, sima falak kellenek, úgyhogy most akkor kezdjünk neki. Csináltál már ilyet? Még egyszer sem, de egyszer mindent ki kell próbálni. Így van, úgyhogy ilyen kis körkörös mozdulatokkal óvatosan, finoman csiszoljuk körbe a falat.
A falakat itt is hérakeramikkal festettük le, ez egy szuper választás, ha gyerekszoba falfestéséről van szó, mert egy dörzsáló és lemosható falfesték, amire a véletlenül rákerül egy kis kreatív alapanyag, vagy bármi más, könnyen eltávolítható. Ráadásul a színárnyalat kiválasztásában pedig nagyon nagy szabadságon van, ugyanis több ezer színben kikevertethető a hérakeramik. Azért fárasztó meló ez a festés, nem? Igen, nagyon. Azt akartam még kérdezni, hogy nem volt gyanús Violettnek, hogy nem mentél ma suliba? Nem maradtam itthon, hanem elmentem, csak miután bement a termébe, azután hazajöttem. Hú, de trükkös vagy! Na ez az igazi cselszövés! Most már látszódik, hogy milyen szép halvány, bézs színű színt kap nagyon ez a fal. Szép. Tetszeni fog a tesódnak? Biztos vagyok benne, mert nagyon szereti ezeket a színeket. Csabi, eljött a bútorfestés ideje. Egy olyan festéket hoztam, ami gyakorlatilag szinte minden felületre fedőképes és felfesthető. Ez a multitop, és ebből fogom most két réteget a narancssárga részekre felfesteni. Violett szekrényét egy kis csiszolás után multitoppal festettük le. Ezt a festéket is szinte bármilyen színre kikevertethetjük. Én most ugyanabban a színben használtam, ami a falra is került. Kelleni fog Violett szobájában néhány képdekoráció, és arra gondoltam, hogy ti festitek meg. Ajjaj, pont ránk gondoltál? Abból baj lesz. Dehogy lesz baj, dehogy lesz baj. Kapjátok tőlem az instrukciót, a színeket, és azt kell kivitelezni. Az egyik képre olyan szívecskéket szeretném a festenétek, hogy egyre így nagyobbodik koncentrikusan a szívecske. Igen. Adok hozzá bézs színt, meg menta színt, ki is hagyhatok fehér részt, tehát ezt a három színt kombináljátok. A másikra pedig egy felirat kerül. Ezt rám bízzátok, hogy a kontúrt megrajzoljam, vagy valaki vállalkozó szellemű? Én biztos nem. Én sem, rábízzuk. Megrajzolom a kontúrt, és akkor azt kell kifesteni szépen egy vékony ecset segítségével. Jó. Jó. Hát megtesszük, ami tőlünk telik. Jó, a végén pedig majd Jászmin osztályoz. Jó. Oké. Violett ágya fölé egy képfalat álmodtam meg, tudva, hogy a kislánynak mennyi barátja van, gyanítottam, hogy egy képfalnak biztosan nagyon örülne, és egy kiemelt helyre terveztem ezt meg. Ehhez hoztunk fenyőléceket, ezt különböző méretűre levágtuk, ezután pedig ezt is lefestettük bézs színűre, majd építési ragasztóval rögzítettük a falon. Erre ragasztottunk csipeszeket, amiben majd a képek kerülhetnek, és természetesen jöhetett rá még egy kis fűtőnövény, illetve a tini szoba elmaradhatatlan része, a ledsor. Az íróasztal mellé végre lett lehetőségem megvalósítani egy olyan DIY projektet, amit régóta szerettem volna, és ami nagyon illik ide. Egy láthatatlan könyvespolcot alakítottunk ki egy elvas és egy kis tépőzár segítségével. Az elvasat felfúrtuk a falra, majd egy már kiolvasott és nem annyira becses könyvben ragasztottuk egy tépőzár egyik felét, a másik felét pedig az elvas aljára. Ha esetleg nincsen olyan könyvetek, amit erre használhatok, akkor egy sima fehér kartonlap félbehajtva is megteszi. A fémtartóra feltettük ezt a tépőzárazott könyvet, majd erre helyeztük fel a többit, és így alakult ki ez a lebegő könyves polc.
A lelkes családi csapattal kiegészülve nagyon jól haladtunk az egész napos munkálatokkal, így a nap végére már csak az új ágy összeszerelése maradt. Na, ezen a ponton már biztosan ti is kedvet kaptatok az álomszobátok kialakításához, és most segítek is benne. Iratkozzatok be Vadi Új Álomszobagyár online műhelyünkbe, és használjátok a képernyőn látható kuponkódot. Úgy hallom, hogy most jöttek be a bejárati ajtón. Most fogja megmondani neki az apukája, hogy küldtem neki egy levelet, úgyhogy remélem, hogy azonnal fölindul. És bejön a szobába. Kiugrik a szívem a helyéről, az biztos. Ne. Szia, Violett! Arra gondoltam, hogy nem levelet küldök neked, hanem elhozom az álomszobádat. Úristen! Ez nagyon szép lesz. Szóval, milyen érzés besétálni az álomszobádba? Hát, nagyon jó. Ja. Ezt nem gondoltam volna, hogy... Ennyi? Igen. Nagyon jó besinna. Nagyon jó. Hát először az olyan volt, mint hogy egy tökre másik szobába lettem volna. Most hát ez volt a cél. Úristen. De olyan szobába jöttél, mint amilyet elképzeltél magadnak? Igen, nagyon is. És mit veszel észre, mint változás? Mi változott? Hát, mindent. Minden. Na, mesélj nekünk. Mi az, ami legjobban tetszik? Az ágy, meg az a feletti rész, a szőnyeg, az nagyon tetszik. Azok, ott. Kézzel, mert ezt anya festette, és Jászmin. Tényleg? Igen. Ott a polcok is nagyon tetszenek, amin vannak a könyvek. És ez a rész is, minden nagyon tetszik. Hát is rendeztük. Hát igen. Igen. Valamelyik színből kevesebb lett talán. Melyikből? A falak. Hát igen. Ez volt a vágyad, nem? De igen. Azt sütelték a madarak, hogy 3 éve vársz egy ilyen szobára. Ez igaz? Igen. És ilyesmire gondoltam? Igen. Úristen. Violett érzései és öröme egészen felemelő érzés volt számunkra is, hisz ez az a pillanat, amiért hónapokig dolgoztunk. Amikor meglátjuk a jelentkezéseket, amikor kiválasztjuk, majd megtervezzük a szobát, amikor bevásárolunk mindent hozzá, majd elmegyünk és egy nap alatt megvalósítjuk, ez a sok munka egy pillanatban csúcsosul ki, amit elképesztő érzés átélni. A Violett családjának a példáját látva esetleg ti is kedvet kaptatok gyermeketek szobájának átalakítására, akkor iratkozzatok be az Álomszobagyár Műhely online workshopjára, ahol lépésről lépésre fogom majd a kezeteket, és segítek megtervezni minden részletet, hogy nektek is ilyen gördülékenyen menjen az átalakítás. Teremtsük meg közösen gyermekeink álomszobáját, hogy kreatív, praktikus és esztétikus környezetben nőhessenek fel. A további részleteket keressétek a csorbanita.hu/álomszobagyár oldalon. Tartsatok velünk a jövő héten is, akkor is egy újabb álom valósul meg. Ezúttal Petrához látogatunk el, hogy anyukája Kriszta és barátnője Kata segítségével elkészítsük az ő álomszobáját. Izgalmas átalakítás lesz sok buktatóval, de a végén azért lesz öröm, hogy mekkora, ezt derítsétek ki ti magatok. Jövő héten egy újabb álommal vár titeket az Álomszobagyár. Az álmok megvalósításában segített nekünk együttműködő partnerünk a Trilak Magyarország és a Csorbanita Shop, ahol megtalálható a kedvenceitek, az Inspibox és az Inspikid.